Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Sok szeretettel köszöntöm Szentes Róbertet, a mai esti beszélgető társam, és engedjétek meg, hogy nagyon röviden bemutassam Robit. Jól hallasz, ugye? Hiszen Igen, te teljesen. 2000 kilométer vagy még tovább messzebb vagy, én meg ugye itt Magyarországon, Duna-Tisza közén egy kis városban élek. Hát én Robit, hogyha így röviden bemutatnám, akkor azt mondanám, hogy mint egy csillag így felbukkant a semmiből, és így beragyogod a bolygót a jelenléteddel. De hosszabban pedig, hát amennyit én látok belőled, ugye nem olyan régóta ismerlek, nagyon sok gyógyító modalitást tanultál, amit hát előző videóidban már erről részletesen beszélsz, ugye NLP, akkor a kvantumhipnózis és spirituális pszichológia, tehát nagyon sok mindent tanultál, és én azt látom, hogy ezt nagyon szeretnéd, illetve teszed is, megosztod az emberekkel. Ez egy erős elhivatottság, amit látok, hogy mindenkihez eljuttasd ezt a tudást. Én egy nagy tudást látok itt, amit ugye magadon is segítettél, és ezt is előző videóidban már lehet látni, hogy komoly betegségből mindig felálltál, vagy akármilyen problémából mindig kijöttél, és van egy olyan képességed, amivel mindig felül tudtál emelkedni a dolgokon. És ezt a tudást ugye teszed úgy, hogy 4 csatornád van, ha jól tudom, amin megosztod az emberekkel ezt a tudásodat. Ugye van egy angol, van egy amerikai, van egy német és egy magyar csatorna, ahol hát nagy segítségre vagy ugye nekünk magyaroknak is. Azon kívül tudom, hogy nagyon szereted a természetet, szereted a csendet, és nagyon otthon vagy a láthatatlan dolgoknak a feltárásában. És hát fénysebességgel száguldasz, mert akármikor még kérdeztem idáig valamit, mindig nagyon gyorsan válaszolsz. Nem, hogy 24 óra, talán egy órán belül mindjárt válaszolsz. Magamról annyit, hogy én a kórházban dolgoztam nagyon hosszú ideig, a röntgendiagnosztika területén, és hát nagyon sok érdekes dolgot láttam. Legutolsó 10 évben akkor a komputer tomográfval dolgoztam, és mindig, amikor láttam egy eltérést, akkor mindig feljött bennem a kérdés, hogy mi van e mögött, hogyan lehetne még a mélyén látni a dolgoknak, és engem mindig érdekeltek a kivezető utak is, és valószínűleg itt kapcsolódunk, hogy a kivezető utak nagyon érdekeltek, és azok a módszerek, amik megtanítják az embert arra, hogy az ember hogyan tudja önmagát meggyógyítani. Én ebben látom a fontos kulcsot, kulcsszerepet, és akkor én is elkezdtem tanulni, tehát alternatív gyógymódokat, nagyon sok minden, most ezeket nem sorolom föl, legutóbb most inkább már a jóga és access consciousness-et is tanultam, és hát ezeket, amik nekem is a kis futonyomban vannak, ezekkel próbálok én is a környezetemben, illetve magamon is segíteni. Úgyhogy még a találkozásunkról ejtenék egy pár szót, hisz személyesen mi nem találkoztunk, viszont egy nagyon érdekes, hogy a fülemet megérintett egy mondat, tehát én így találkoztam veled, egy baráti beszélgetéses estén voltam, és az egyik barátnőm mesélt arról, hogy meghallgatott egy hanganyagot, és utána ő jobban lett. És akkor egy idő múlva megkérdeztem tőle, hogy mondd már meg, hogy ki az, akinek a hangját hallottad, és akkor mondta, hogy Szentes Róbert. És akkor jöttem hazafele, végig a nevét ismételgettem, el ne felejtsem a nevét a Robertnek, és amikor hazaértem, akkor hát a világhálón megtaláltam ugye a Robertet, és így már hozzáfértem a hanganyagaithoz is. És hát az az ominózus hanganyag is elém került a gyógyulj fénysebességgel, és szeresd az életet. Maga az egész mondat is olyan, ami engemet nagyon megérintett, de mélységesen a lelkemet érintette meg nagyon, nagyon ez a hanganyag, és utána még inkább lelkesedést kaptam, és most itt vagyok, és most beszélgethetek veled, és egy nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra. Úgyhogy légy szíves, majd egészíts ki, amit szeretnénél magadról mondani, de elsőként már az első kérdésemet mondom is, hogy mi az, ami téged mindig megtartotta a legnehezebb helyzetekben is. Hisz nagyon intenzív életet éltél, tudom, meg élsz is, és rengeteg kihívással találkoztál te is, de mindig felül tudtál emelkedni a dolgokon. Tehát mi benned az, ami
mindig, mindig, mindig felemelt téged, és átadnám a szót neked. Köszönöm szépen. Egy érdekes dolog, mert ma teljesen más motivál, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt más motivált, mint 30 évvel ezelőtt. De a kérdésedre válaszolva talán az a legfrappánsabb válasz, hogy úgy vagyok drótozva, asztrológiailag és DNS által, hogy még akkor is, hogyha szétesett a világ, és tényleg komoly depresszióba estem, mert én is nagyon depressziós voltam, amikor kisrác voltam, akkor volt bennem egy olyan ellenpólus, amit én úgy elmertem hinni, és mindig azt mondtam, hogy nem érdekel, ha kúszva, mászva is, de én kijövök ebből az állapotból. És emögött van egy olyan, egy energia, egy olyan hit talán, hogy van megoldás. És nem fogadok el egy ilyen substandard, egy ilyen minőség aluli megoldást és választ. És ebben egy nagyon komoly, egy ilyen lázadó személyiség lett, majdnem minden erős személyiségnek, ugye, aki ma valamire, aki érdeklődik ezen a témán belül, az elég komolyan már beintett a világnak, az se jó, tehát annak van egy jó aspektus, amikor azt mondjuk, hogy azért sem hiszem el, hogy nincs kiút, azért sem hiszem el, hogy csak ennyi van. Tehát ez fontos, akkor a lázadó aspektusoknak ugye van egy nagyon önszabotásos része, tehát az nem jó. És akkor így a kombináció ebből a azért is meg fogom találni a választ, és ez az erő, ez a belső erő, az akaraterő, ez egy ilyen kombináció volt. Nagyon szép. Nagyon érdekes, hogy nekem most az volt eszembe, hogy amikor megjövünk erre a világra, hogy a tiszta tudatba ágyazódva érkezünk meg, és belenézünk egy gyermeknek a szemébe, ugye ragyog. És ez a ragyogás, ahogy múlnak az évek, egyre jobban elhalványodik. Tehát sokszor egy életet átívelő folyamat az, amíg meg rátalálunk az igazi valunkra. És miben látott ezt, hogy amikor ez a kis fényünk, nem is kis fény, ez egy igazán nagy fény, ami bennünk van, hogy ez, ahogy megyünk, előre haladunk az életünkkel, egyre inkább halványodik el. Hát ez nagyon sok okból van így, vagy nagyon sok oknál fogva van így. Ugye amikor megszületünk, akkor mi vagyunk, ahogy te mondtad, ez a ragyogó fény, viszont a lélek szerződésünkben mi betettünk több tízezer olyan szándékos buktatót, meg akadályt az életünkbe, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy a törzsfejlődésünket segítse. Tehát beteszünk magunknak betegséget. Mi kiválasztunk olyan szülőt, aki aztán logikusan ránézve, tehát így érzelmi szinten azt mondjuk, hogy hát én másképp választanék, de mi nem emlékszünk, hogy miért választottuk őket. Mert az a szülő, az anyu, apu, az ő gyengeségük, az valamilyen szinten nekünk meg egy lecke, vagy egy megtanulni való, vagy egy kifejezni való. Tehát ez arról szól, hogy ha mi anyut azért választottuk, mert az anyu az túl független és nőietlen, vagy túl mérges és túl sok traumát hordoz, akkor nekünk surlódásokon keresztül ezt meg kell látni, meg kell tanulni, és őt vibrációban és érzelemben és még a logikai, fizikai síkon is föl kell nevelnünk. Tehát magyarul ez egy nagyon érdekes valami, mert minden gyerek sokkal fejlődtebb evolúció szempontjából spirituálisan, mint a szüleje, vagy a szülők. És mi azért jöttünk be az ő életükbe, hogy nekik megtanítsunk valamit, de mi nem tudjuk ezt, nem tudjuk, mit tanítsunk meg nekik, amíg szét nem esik a világ, és valamilyen fájdalmat nem érzünk. Mert úgy is vagyunk programozva az ego által, hogy amíg minden jó, a kényelem meg megvan a, hát tudod, a Hawaii DJ napszemüveg, addig nem értjük, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy mi utazzunk, és bulizzunk, és pazaroljuk az életet, hanem azért, hogy fejlődjünk, tanuljunk, és utána adjuk tovább ezt a fákját, a mágiást. És az érzelmeknek van egy olyan érdekes mechanikája, hogy minden megoldatlan dolog az az idővel növekszik intenzitásban. És akkor előbb ez a gyönyörű, csillogó szemű kis gyermek, ez ugye, ahogy bevállalt, meg jönnek a feladatok, akkor egyre inkább redukálja ezt a csillogást, és egyre inkább bekerül egy olyan, egy ilyen
világba, hogy itt vannak feladatok, vannak megoldatlan feladatok, energetikai feladatok, érzelmi feladatok, és akkor ebből kell nekünk valami kieszkábálni, vagy kihozni, és miután kihoztuk ezt valamit, utána kapjuk vissza a csillogó szemet. Igen, ebben nagyon bízok. Különösen ugye a mai világban nagyon sokakat érdekel, meg minden innen tényleg ezt lehet hallani, de ez tény, hogy az emberiség ugye a felemelkedés idősíkjára lépett. És hogyan látod ezt egyáltalán ezt az egészet? Szeretném még megkérdezni. Az emelkedésről kérdezel? Igen. Oké, tehát az emelkedés az egy nagyon érdekes processz, mert akár több millió lépésből is állhat, és ez nagyon precízen van az égiek által vezetve. Ilyen még nem volt a világ történet, vagy a teremtés történetében, hogy úgy emelkedtünk volna, hogy megtartjuk a jelenlegi fizikai testünket. És az emelkedés azt jelenti, hogy a Föld, maga a bolygó, maga, ahol élünk, annak a frekvenciája fölemelkedett, de nagyon keményen. És a frekvenciák, a vibrációk, rezgések, ha nincsenek közelségben, és nem kompatibilisak egymással, akkor ez nagyon komoly fájdalmat okoz azoknak az embereknek, akik inkompatibilisek ezzel az emelkedett frekvenciával. Emelkedett frekvencia azt jelenti, hogy már nem haragszunk, hogy gyógyulunk, hogy engedjük el a régi traumákat, hogy már inkább a boldogságot keressük, mint sem a múltban próbáljuk a régi szép időket, a régi emlékeket újra felhánytorgatni gyógyulatlanul. Az emelkedett frekvencia arról is szól, hogy bevállaljuk az élet célunkat. A régi világban ez nem nagyon volt egy közszó, holott mi bent éreztük a feszültséget. És minél több cucc van bennünk, ugye az elmében, annál nagyobb a diszonancia, az emelkedett föld frekvencia és köztünk. Ezért van az, hogy nagyon sok ember nem érzi jól magát. Mert csak akkor tudja jól érezni magát, hogyha kitakarítja a belső világát, és azzal emelkedik a saját rezgése, és már közel, azaz bekerül abba a vibrációs vagy rezgési tartományba, ahol már nincs fájdalom. Az emelkedés, még az is az nagyon érdekes, mert az emelkedett világban már nincs gonoszság. Az emelkedett világban már nincs ez a versengés, ez az ökörrázós, viaskodó gondolkodásmód. Viszont az emberek elméjében, ugye a sejti emlékekben ez még ott van. És azért kell ezt a belső munkát csinálni, hogy minden ilyen történet meg konfliktusnak az elengedésével közelebb kerülhessünk egy olyan, már nem is egy hajtóerő, hanem egy követelmény. Ez, hogy magunkat egyszerűen át tudjuk tenni egy olyan rezgésbe, egy olyan idősíkra, ahol már jól vagyunk, ahol már egymásért vagyunk, ahol már olyanokat cselekszünk, amit úgy hívnak, hogy a mi tudatosság, nem az én tudatosság, tehát Robiról szól, meg a Marcsiról szól, hanem rólunk szól, ez biztos hallottad már többször, és ahogy az emelkedő idősíkokra ez egy elvárás. Ez nem egy, ezt azért mondom, hogy ez egy kicsit ilyen páran naivan gondolják, hogy majd jönnek a unicornok, meg majd a szivárvány színű pillangók, és de marha jó lesz, és mindenki kumbáját, meg füves cigit oszt egymásnak. Marára nem erről szól, hanem arról szól, hogy kitakarítani ezt az eszmetlen nagy raktárhelységet, és azzal megemelkedni, és azzal úgy segíteni egymást, hogy az minőségi legyen, úgy, hogy a szeretetben legyen, úgy, hogy az a régi, szinte a teljes ellenkező legyen a régi egós világnak. És még annyit mondanék ehhez, hogy az égiek úgy tervezték az emelkedést, hogy rétegekbe és lépésekbe. Tehát vannak olyanok, egy pár ezren, most már a Földön, akik nagyon nagy tudatossága bírnak. Ez annyit jelent, hogy kitakarították a kókuszdiót, tudod? Az elméjüket. És ezek az emberek nagyon-nagyon keményen voltak teszelve, ezekben én is benne vagyok. Olyan képzést kaptunk, hogy ne tudd meg, de ebbe voltak tesztek, ez nem az volt, hogy én ültem az iskolába, és akkor magoltam, és marra, és milyen marra okos lettem, hanem a Schaller után, a kihívás után, a bizonyítás után, és magamon láttam, hogy itt ez az ellenállás, itt meg ez, és egy millió lépés után jutottam el oda, hogy meg tudok így jelenni. Szeretettel csinálom, nekem is tele volt a hócipőm a világgal, tehát nehogy azt hitt, hogy én
úgy jöttem ide, hogy jaj, majd én vagyok a nagy, én megváltom, nem ez az energiám, hanem ki lett adva ez a feladat, én bevállaltam, én annó, engem az vezérelt, hogy én jól legyek. Nagyon, nagyon rosszul voltam. Mindenem fájt, több ezer betegségem volt, és tudod, egészséges voltam, úsztam, futottam, öttucsáztam, tehát nem az volt, hanem belül, a belső világom volt, egy romba volt. És egy úgy szó, hogy az emelkedés lépésekben van, úgy tervezve, hogy most eljött egy újabb hullám. De azért jó ez, ahogy az égiek tervezték, mert most már van kihez fordulni. Nekem alig volt kihez fordulnom. És ezért mondtam többször, most már pár hónap ezelőtt, hogy kellenek a mentorok. Én az életben nem silapizáltam volna ki ezeket a dolgokat, mentorok nélkül. És akkor tudod, hogy te is segítesz, dolgozol emberekkel, te is egy bizonyos kapacitásban egy mentorja vagy annak az embernek azon a szinten, azon a síkon. Tehát egy fantasztikus, mondom, ilyen még nem volt a teremtés történetében, de egy fantasztikus jó dolgok történnek, csak ez mivel jár? Azzal, hogy az ember úgy érzi magát, mint egy medve, fáj a feje, fáj a teste, fáj a mindene, és tudod, szédül, és nem tudja, de ha tudjuk ezt, hogy mi vagyunk igazán azok a bátor emberek, akik ezt bemerték vállalni, hogy élő testbe átmegyünk egy ilyen isteni teremtési kísérleten. Hát egy szép átalakulás. Mi az a pont, amikor elengedhetjük a mankókat, úgymond az eszközöket, mi erről a véleményed? Egyszer, ugye emlékszem, már kérdeztelek, mondtad talán a Krisztusi tudatosság, amikor már mindent. De ez egy mélyebb téma, hogy erről most beszélhetünk-e. De amikor már mindent elengedhetünk, vagy azt hiszük, hogy elengedhetjük, de amíg lehet, hogy amíg itt vagyunk ezen a földbolygón, mindig tanulunk és tapasztalunk, mi erről a véleményed? Oké, tehát több sikó kérdés. Ugye az egyik az, hogy megvan bennünk ez egy nagyon egészséges gondolkodás, mert ez a madárfióka. Szeretnénk felnőni, szárnyat növeszteni és repülni tudni. Anélkül nincs sikerélmény, anélkül soha nem leszünk boldogak. Na most ez az is lesz, hogy néha körül kell nézni, hogy van-e sas. Körül kell nézni, hogy tényleg tudunk-e repülni. Lehet, hogy jó, ha van alatta még egy kis puha bokor, mikor landolunk, tudod, hogy ne szegjük vagy törjen el a szárnyunk. Tehát a gyors válasz erre az, hogy mikor engedhetjük el, vagy ezeket az eszközöket, nagyon későn. Addig, amíg nincsen isteni tudatosságunk, tehát nincs hozzáférhetőség a kozmikus könyvtárhoz, ez az isteni könyvtárhoz, addig mindig kell valamit csiszolni magunkkor. Ez nem rossz. Ez olyan, hogy ez nem azt jelenti, hogy valami rossz bennünk, csak annyi, hogy ott még van egy felfedezetlen, elsajátítatlan valami, amit ha szívesen befogadunk és megtanulunk, akkor büszkén tudjuk továbbvinni, vagy tovább csinálni. Az emelkedéssel, visszamenvén egy picit a korábbi témára, az is van, hogy most egy eszméletlen komoly DNS frissítést, egy ilyen felturbozás jön az embereknek. Ez azt jelenti, hogy olyan isteni képességekre teszünk szert, hogy akár egy pár év múlva teleportálni fogunk. Úgyhogy, hogy ahogy én is idősíkokat tudok mozgatni, azért csináltam azt a gyógyuló fénysebességgel, mert ott egy csomó idősíkot mozgatok, ahol egy betegségnek el kell tűnni. Tehát ott nem lehet, tudod? Ez is olyan képességek, amik nekem nagyon-nagyon hosszú évig nem álltak rendelkezésemre, mert be kellett bizonyítanom, hogy nem fogom kihasználni, és rosszul használni, és rosszul használni. És amíg az embernek kell az elmén takarítani a konfliktusokat, az árnyainkat, a rossz hiedelméket, de mindig kell eszköz. És akkor elérünk egy olyan pontot, ugye, hogy minimum a krisztusi tudatosságot, és akkor már még ott is kell csiszolni, mert az nem, az kemény dolog, ez még nem a vége. Tessék? Nincs vége még ott se, akkor ezek persze. Szerint. Az egy jó hely, de azért ott még rengeteg, több lépés van, és ott már, még ott is kell eszközöket alkalmazni. És akkor egyszer jutunk egy olyan tudatossági szintre, talán úgy hívják, hogy ez a szolár vagy naptudatossági szint, vagy az isteni tudatosságnak a realizációja, amikor már szinte alig kell az eszköz, mert a tudatosságunk adja meg azt az eszközt. A tudatosság nem azt jelenti, hogy mi konfliktusmentes világban élünk, hanem azt jelenti, hogy a konfliktusmentes világban úgy élünk, hogy mi konfliktusmentesek vagyunk belül. És az energiánk által, és a célunk által, és az egész viselkedésünk által segítünk
konfliktusmentessé váltani azokat, akik a környezetünkben vannak. Igen. Tehát ez volt a hosszú válasz, rövid válasz, hogy jó idő után csak, de nekem ez nem, ha szabad javallom, akkor ez nekem nem lenne egy kitűzött cél. Igen, hát, igen. Ez is olyan, hogy mikor tudom abba hagyni azt, hogy kocsival járjak munkába, mert már repülni akarok. Hát majd eljön annak is az ideje. Igen. Hát sok minden tennivalónk van, azt hiszem, amíg vagyunk. Hát különböző hatások is érnek, nyilván, hogy egymásnak, van egy szint, amikor már úgy egymásnak érzékeljük akár a lelkiállapotát, vagy milyen helyzetben van, tehát az is hat ránk, és ugye ezt is tudni kell ezen is változtatni, hogy ne vegyük át a környezetnek azokat a dolgait, ami nem éppen tápláló. Hát itt azt hiszem, hogy ezen a szinten már a szeretet is egy egész más jelentése van. Erről is mesélnél, hogy amikor a valódi szeretet, amikor már az egy ilyen semleges valami, ami hidegnek tűnhet, de nem az. Hogy ez esetleg még erről egy pár szót mondanál? Igen. A szeretet. Ahogy növünk, és tudod, mindenkinek megvan a maga útja, de azt is szerintem már könnyű látni, hogy elég hasonló csomó rész az útunknak. Tehát nem vagyunk annyira különbözőek, annyiba vagyunk különbözőek, hogy a te specifikus isteni adottságod az más, mint az enyém. De a kihívások elég hasonlóak, a kívánalmak egész hasonlóak, és mikor, ugye mi itt vagyunk ezen a világon, és amúgy a Föld egy nagyon-nagyon kemény iskola. Tehát a legdurvább, legbrutálisabb iskola az világegyetemen. És akkor ide bejövünk, mert azt mondtuk, hogy oké, én már tényleg el akarom hagyni ezt a csomó cuccot. És akkor bejövünk ebbe az iskolába, ez meg olyan, mint egy ilyen a Marine Corps, Amerikában tudod, a tengerészgyalogosoknak a legdurvább, tudod, ilyen kiképzés, és akkor nézzük, hogy hát mi vállaltuk be. És ebben az ilyen idézőben lerombolt mentális állapotunkban elég furcsa jelentést adunk a szeretetnek. És ez azért van, amikor valaki például nem úgy néz ránk, ahogy az mi úgy hiszük, hogy úgy kéne, akkor tudat alatt mi azt deklaráljuk, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem volt igazi szeretet. Ez nem szeret. És ezért utasítjuk el a világot, mert vannak olyan töredezett aspektusaink, ami az elmén belül van, hogy ezt nem értjük, akkor elutasítjuk. És minden ilyen elutasított részünk szeretetlen részünké válik, és elkezdünk olyan kivetítéseket mások felé tenni, hogy szeress, követelem, hogy szeress, tudod? És mondd, hogy szép vagyok, mondd, hogy tudod, két szép szem van, és így tovább, és olyan durván ezt túlzásba visszük, hogy a szexnek adunk olyan jelentést, hogy az a szeretet. A csomó mindennek a szeretet, ilyen energiát adunk, de az fals, az hamis. És onnan lehet ezt, adok egy gyors gyakorlatot, hogy elkezdeni így lebontani, nem minden réteghez fogunk hozzáférni először, mert ehhez kell annak a mentorok, meg a háttérpszichológia ismeretsége, hogy neked mit jelent az, hogy szeretet. És tényleg érdemes így meditációs, ilyen lelassult állapotba és még mit jelent? És még mit jelent? És akkor hát azt jelenti, hogy ez, és rájössz, az egész egy fals alap. És ahogy fejlődünk, ahogy integrálódik magunkban ez a több tízezer, százezer, több millió konfliktus, már nem érezzük azt, hogy a világ ellenünk rezeg. Sokkal jobban vagyunk, és azt is érezzük, hogy nincs ránk negatív hatással a más energiája, még akkor is, hogyha, hogy mondják azt magyarul, hogy empát, empátista vagy? Empátia. Az empátia az maga a szó, együtt, de aki az együtt, az ember? Együttérző. Együttérző. Okay. Mert ez egy nagyon furcsán félrehasznált szó, hogy én együttérző vagyok, mindenki az. Ez a DNS-ünk egy árt. Tehát nem együtt érezni kell az érzést, tehát nem az kell, hogy be kell vállalni másik érzését, ami csak akkor jön, amikor már mi kitakarítottuk a belső raktárunkat, hanem ahogy én is, ránézek valakire, valaki szerint már tudom a történetet, tudom, mi történt vele, tudom, mi történt a nagymamájával. Tehát egy ilyen látó képességet kapunk, ezáltal, de én ettől nem érzem az ő fájdalmát. Uh-huh.
Tehát nem az az erény, hogyha más fájdalmat érezzük, igen, hanem az, amikor tudunk úgy megjelenni más életében, hogy átlátjuk a szitút bírásmentesség nélkül, vagy bírásmentességgel, vagy keresztül, és úgy jelenünk meg az energetikájába, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, ez van. Itt tudok segíteni, erre meg erre figyelj, ezt meg ezt ód ki, és bum, megyünk tovább. Mikor elérünk egy ilyen magasabb szintű idézőbe, szeretetbe, hogy válaszok a kérdésedre, akkor az történik, hogy olyan semleges, vagy tematodan hidegebb érzést tölt el, de ez nem azt jelenti, hogy hideg, hanem az, hogy már látom azt, hogy van megoldás. Amíg mi itt nagyon lent vagyunk, meg vagyunk rekedve, és tényleg fáj a test, fáj a szív, fáj a lélek, tudod, az kifejezetten fájás, meg félelmekkel jár, akkor mi ezt a magasabb szintű tudatosságot, ezt nem értjük, és sőt, majdnem, hogy bíráljuk. De csak azért van, mert a traumáink és a belső konfliktusaink még nincsenek feloldva. És amikor már itt vagyunk, akkor ahogy az isteni szeretet is nem arról szól, hogy gyere kicsikém, adok neked mézes teát, vagy tudod, cukrot, hanem az, hogy figyelj, szeretlek, benned van az erő, csináld ezt, lépjél ki a komfortzónádból, és a kerítés másik oldalán találkozunk. Ez az igazi szeretet. És én is ezt csinálom, hogy meghallgatom, tudod, az embereknek a hátterét, és utána azt mondom, oké, szeretnél a kerítés másik oldalán jutni? Igen. Igen vagy nem? Ha igen, akkor segítek. Ha nem, akkor azt mondom, oké, ez is egy opció. Nem bírálom, nem vettem meg, hanem megyek tovább. Tehát ez is a szeretetnek egy, a feltételnek, a szeretetnek egy aspektusa, viszont egy például olyan ember, aki nekem is ez nagyon erős volt, akinek elhagyatottsági traumája van, ez úgy fogja értelmezni, hogy ez az ember nem érdekli, hogy én hogy vagyok. Azért kell meggyógyítani a traumáinkat. Jó? Tehát a szeretet az egy erőre, egy igazi erőre serkentő energia, amit mi elég érdekes módon félrefordítunk. És ahogy a félrefordítások, amik a hiedelmeink, azokat elódjuk, egyre inkább látjuk azt, hogy tényleg szeretve vagyunk, de muszáj kilépni a komfortzónába, és muszáj kitakarítani a kókuszdiónkat, mert különben úgy maradunk. Hát igen, mindig is szeretve voltunk. És ez a belső irányítással, azt hiszem, hogy ezzel kell leginkább ápolni a kapcsolatot, az igazi megoldások ott rejtőznek, amikor tényleg kapcsolódunk valóban a legbelső, azaz a tiszta tudathoz, akik igazából vagyunk. És hát nagyon köszönjük neked a segítséget. Nagyon, én tudom, hogy készülsz egy nagyon szép anyaggal is, ami talán hamarosan magyarul megjelenik, ami egy nagyon stabil alapot adhat ahhoz, akik ezt tényleg szeretnék megismerni, hogy az életünk még jobban kiteljesedjen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked a válaszokat, és csodás egészséget kívánok neked a további munkádhoz. Köszönöm szépen, viszont. Ez nem is munka, ez egy elhivatottság, ez inkább egy, nem is jól mondtam, ez egy szolgálat, amit te csinált, egy misszió inkább. Igen. És ez tényleg ezt úgy végzett, hogy lendületlenül, tényleg fénysebességgel. Igen. Vagy, és bocsáss meg, nem akartam a szabadba vágni. Mondjad. Ja, annyit akartam mondani, hogy megismétlem magam, hogy ez lesz az új, az emelkedett idősíkokon és az emelkedett világban egy elvárás. Hogy nem rólam szól, hanem egymásról. Mi igen, rólunk szól. Uh-huh. És ebben nem csak az van, hogy jaj, te szegény kis botladozó, tudod, kis csibe, gyere majd én felemek. Nem, arról szól, arról is szól, de arról is szól, hogyha valami nem tetszik, a másik olyat csinál, hogy ez mit tudom, yeah, másodrangú viselkedés, akkor azt is meg ki kell mondani. Tehát a szeretet nem arról fog szólni, hogy bennünk uralkodik az ego, meg tombolunk, és akkor majd mi, tudod, csapkodunk, meg vagdalkozunk, hanem az, hogy na, ez nem, ezen át kell lépni kicsim, segítek, és utána együtt megyünk tovább. Tehát már nincs, tudod, a régi lacofaca. Igen, egymás megfogva, egymás kezét, és talán körbeölelni az egész bolygót, és tényleg mindent tisztelni, ami itt van, mindenből a lényeg néz ránk. A fából, a fűből, a virágból, a másik szeméből a mindenség néz ránk, és tényleg, ha így tekintünk mindenre, és mindenkire, minden élőlényre, akkor talán kevesebb harc lenne,
kevesebb háborúk, és egy csodálatos paradicsom lehetne itt a Földön. Én ebben hiszek is, és bízom, hogy lesz ilyen, és egymás kezét megfogva valóban ez lehetséges. Én köszönöm, mára ennyi jutott eszembe, nem tudom, van-e még neked valami a tarsódban, ami ezzel a témával kapcsolatban, akkor még szívesen meghallgatlak. Nem, köszönöm, most ennyi volt neked nekem is. Neked is ennyi. Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő, hogy időt szántál erre a beszélgetésre. További köszönöm szép szépen. Napot kívánok szép neked, minden neked. Jót kívánok szia. Neked is, nektek is, szia! Szia!